Jelenleg ilyen hosszú csövek segítségével öntözik a főtér kertjeit, ez pedig már a legújabb módszer. A napokban állt üzembe a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Legújabb multifunkcionális járműve, amely nyáron főként locsol. Tudjuk szabályozni, hogy mennyi vizet locsoljon ki, és milyen erősen. A jármű persze az öntözés mellett egyéb feladatok ellátására is alkalmas. Nyári időszakban az egyik fő funkció az lesz a rézsük kaszálása, tehát az árkok, kerékpárutak, gyalogos utak mellett, illetve a locsolás, mint amit látható volt itt a főtéren, és virágágyasok locsolása, illetve zárt felületű burkolatoknak a tisztítására alkalmas a nyári időszakban. Téli időszakban pedig lesz egy hóseprű berendezés hozzá, ami már szintén megérkezett, amivel a kerékpárutakat és gyalogos utakat fogjuk a porhótól takarítani, illetve ehhez tartozik egy sószóró berendezés, és kiegészítőként még egy hó. Az önkormányzat egy sikeres és 100%-ban finanszírozott pályázatnak köszönhetően szerezte be a 49 millió forint értékű járművet. Elég hosszú időszak volt, mire ide érkezett hozzánk. Először más jellegű gépet szerettünk volna, de eléggé meghatározott volt a pályázatnak a témája, és nem tudtunk csak ilyen gépet vásárolni, de természetesen komoly feladatai lesznek ennek a gépnek. A tanácsnok abban bízik, hogy a több funkciós gép jelentős segítséget nyújt majd a téli sikosságmentesítési munkálatokban is. Az új jármű egyébként egy több lépcsős, mint egy 100 milliós beszerzési folyamat első eleme. Rövidesen szolgálatba áll majd egy kátyúzógép, két teherautó, sőt a távolabbi tervek között szerepel az eddig bérelt járművek kiváltása is saját tulajdonúakkal.